témát váltunk. Indul az idei strand szezon, a hétvégén nyit a nyíregyházi Aquarius élményfürdő. A megyében több fürdőhely megújult, vagy kisebb-nagyobb rekonstrukción is átesett. Szálláshelyeken, éttermekben a tavalyi évben jelentős összeget költöttek a szépkártyás vendégek. Ez hozzájárult a belföldi turizmus növekedéséhez. A vendégészakában majdnem 7%-kal jobban teljesítettünk, mint egy évvel korábban, vendégszámot tekintve pedig 8,7%-kal. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy a tavalyi évben majdnem 2 millió vendégészakát töltöttek el kereskedelmi szálláshelyen vendégek, külföldiek és belföldiek egyaránt. De ugye a szépkártya az a belföldi turizmust ösztönzi, és itt ugye látjuk azt is, hogy a szépkártya felhasználás kapcsán egyébként nagyon népszerű, nagyon szeretnek nálunk is ezzel fizetni szolgáltatásokat, és azt látjuk, hogy majdnem 60 000 elfogadó hely van egyébként Magyarországon. Mostanra 1.253.000-en kapják itthon ezt a fajta béren kívüli juttatást. A szépkártyával rendelkezők számlájára közel 20%-kal többet töltöttek fel a munkáltatók, tehát ez 2015-ben ez 90,5 milliárd forint volt. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a kártyákon kis összegben maradnak meg feltöltések, melyek komolyabb utazásra már nem fordíthatók. Azonban pár ezer vagy pár tízezer forint értékű összegeket maradéktalanul fel lehet használni, például a hazai fürdőkben. Nagyon népszerűek a fürdőhelyeink. Azok a fürdőhelyek is, melyek nem csak a nyári strandszezonban vannak nyitva, hanem akár a téli időszakban is fedett fürdőként, vagy élményfürdőként működnek. Nyíregyháza egyértelmű, hogy egy nagyon látogatott település a téli időszakban is, azokban a hónapokban is, amik esetleg a tavaszi és a őszi időszakot jelentik, gyógyászat és minden egyéb olyan szolgáltatás mellette van a termálvizes fürdőzésnek, amivel azt gondolom még vonzóbbá lehet tenni a utazóközönség számára a desztinációt. Nagyon szeretik a fürdőket igénybe venni szép kártyával, hiszen a fürdőzés az egy olyan alapvetően családi program, amely kifejezetten a rekreációt szolgálja. Nagyon magas számban a belföldi forgalmunknak egy jelentős részét adja a szépkártya, és ilyenkor azért érződik, hogy az emberek úgy figyelik, hogy jár le a szépkártyáknak ugye a beváltási ideje, ugye a korábban feltöltött összegeknek. Igen, én is mindenkit innen is arra bíztatok, hogy ne hagyjuk ott, hiszen ezt a pénzt után már leemelik, már nem tudjuk magunkra költeni, a családunkra, a gyermekünkre, és hát tökéletes alkalom, hiszen el lehet jönni hozzánk vasárnap is a gyermeket köszönteni gyermeknek alkalmából, hiszen a nyitás napján, május 29-én gyermeknapon minden ide érkező gyermek, 10 év alatti gyermek ingyen látogathatja a Sóstó Gyógyfürdők ZRT strandfürdőjét. A nyíregyházi fürdő gyógyvize tavaly összesen 290 000 látogatót hozott a térségbe. Az idén is hasonló forgalomra számítanak. Ezek az utolsó simítások a sóstói strand több mint 1,7 hektáros területén a nyitás előtt. Hatalmas nagy vízfelületeink vannak, és hát a csempeburkolatok fugázása, a pótlása, ez minden évben egy jelentős munkát jelent számunkra. Emellett, ami fontos, a zöld felületek ápolása, mintegy 200 facserjét ültettünk el. Ezek ugye, ahogy öregszik, hát minden évben gajaznunk kell nyilván a nagy tölgyfákat, ugye 80-100 éves fákról van szó, és nyilván minden évben pótoljuk is ezeket, hogy egyszer majd az utókornak is ugyanilyen szép legyen a parkfürdő, mint amilyen számunkra. A gyepszőnyegünk, ugye mintegy több mint 20 000 négyzetméter gyepfelület, a locsolóhálózattal történő kiépítése történt meg. Nagyon fontos, minden évben éjszakai munkásokkal oldottuk meg a locsolást. Ennek magasabb bérköltsége emellett pedig hát nyilván a hatásfoka sem lehet olyan precíz, mint egy locsolóberendezésnek. Ez egy jelentős előlépés az életünkben. Nagyon fontos, hogy a központi keverőaknának a teljes felújítására sor került. Ugye Sóstó Gyógyfürdők ZRT-nek az üzemeltetésében lévő sóstói fürdőket 6 termákút látja el. Kevesen tudják, de ezek nem mind a Sóstó fürdő területén vannak, Sóstó Gyógyfürdők ZRT területén, hanem Múzeumfalu mellett van, az Igrice mellett van, tehát központi parkban van, és ezeknek egy központi aknába érkezik a termálvize. Ennek a központi aknának a felújítása hát mintegy 40 éves aknáról volt szó, tehát ezt teljes egészében ezt újra építettük. Ez egy jelentős beruházás volt. A karbantartási munkákra több 10 milliót költött a cég. A megyében a kisebb strandok is készülnek a szezonra. A fehérgyarmati strandon már tavaly elvégeztek kisebb-nagyobb rekonstrukciós munkákat. A mátészalkai strandon egy nagyobb beruházás kezdődött el. Június első felében nyílhat meg 2 új medence. Az egyik egy 400 köbméteres termálvizes gyógymedence, a másik pedig egy kisebb gyerekmedence.